A hatos feladattípus az ez. Ebben a feladatban lassulás és gyorsulás is lehet, ezt majd elmondom, hogy melyik esetben mit kell csinálni. Így néz ki a feladat. Az ábrán látható tartállyal a tartály a nyílajelzett irányba halad állandó lassulással, és benne a folyadékszint magasság gyakorlatilag állandó. A folyadék sűrűsége 977 gram per köbdeciméter, ebből adódóan ugye kilogram per köbméter, tehát ezt nem kell átváltani, át lehet így is írni, vagyis hát átválthatjátok ugyanúgy, mint ahogy eddig csináltuk, de igazából ugyanez a szám lesz. A gravitációs gyorsulás 10 méter per szekundum négyzet, a légkörű nyomás P0, de pedig 986 millibár. Millibárnál ugye megtanultuk, hogy 100-zal kell megszorozni. Jó, itt láthatjuk az ábrát, itt van a folyadékszint, itt van a P1 nyomás. Ugye a magasság, itt van az átmérője, és itt van, hogy lassul, itt az a lassulás. Oké. Megvannak adva hozzá az értékek. P1 egyenlő 52 millibár vákum, ez az első olyan példa, ahol vákummal találkozunk. Amint már említettem, vákum esetében, ott ugye mindig kivonjuk a légköri nyomásból ezt az értéket, amit majd átváltunk. Tehát 52 millibárt kivonjuk majd a 986 millibár légköri nyomásból. H 105 cm, A 3,82 méter per szekundum négyzet, ez a lassulás, D 18 mm. Meg kell határoznunk az eredő térerő nagyságát, tartálynyílásán kiáramló folyadék tartályhoz viszonyított sebességét, tartályból kiáramló folyadék térfogatáramát és tömegáramát. Oké. Na. Tehát itt láthatjuk a feladatomat, amit leírtam, az értékeket. Ugye leírtam a fontos dolgokat, hogy A lassul. A ρ folyadék sűrűsége 977 gram per köbdeci, vagy kilogram per köbméter, ezt itt nem írtam le, de ott van. A légköri nyomást ugye átváltjuk, megvan adva, hogy 986 millibár, és ugye ezt meg kell szoroznunk 100-zal, mivel millibár, és 98600 paszkát fogunk kapni. P1 pedig, ugye vákum, tehát 5200 paszkál lesz, hogyha átváltjuk millibárról, és 5200-at kell kivonnunk a 98600-ból, ami által 93400 paszkát fogunk kapni. Ugye hát átváltjuk 1,05 méterre, a lassulás az ugyanúgy maradt 3,82 méter per szekundum négyzet, a D pedig 0,018 méter. Csak oda sem írtam le, hogy méter. Első kérdés, ugye az eredő térerő nagysága méter per szekundum négyzetben. Úgy jelöljük, hogy FE, ez az eredő térerő. FE-t pedig úgy tudjuk kiszámítani, ez nagyon fontos, hogyha lassulás van, akkor G minusz A, hogyha pedig gyorsulás van, akkor G plusz A. Ennyiben térhetnek el a feladatok, hogy vagy lassulással adják meg, vagy gyorsulással. Ha lassulás, akkor kivonjuk, a G-ből, ha gyorsulás, akkor pedig hozzáadjuk az A-t a G-hez. Itt pedig ugye 10, az a G, a gyorsulás, vagy a gravitációs gyorsulás, és kivonjuk belőle az A-t, 3,82, tehát az eredő térerő nagysága 6,18 méter per szekundum négyzet lesz. Első kérdésre a válasz 6,18. Nem kell átváltani. Kettes. Sebesség. Sebesség. Tehát kis v. Itt az előzőek
rendszerhez alkalmazkodva, illetve ugyanazt, szinte ugyanazt az egyenletet használva, az kivéve, hogy itt majd az F-et kell ugye beilleszteni, nem a sima G-t, ugyanúgy P1 per ρ, meg G-szer H lenne, de itt ugye G minusz A szor H, egyenlő P2 per ρ, meg V négyzet per 2. Ugye beillesztjük, P1 93400 per ρ az 977, meg 6,18, amit az előbb számoltunk ki, szor 1,05, az a H, egyenlő, másik oldalon pedig a P2 jelen esetben a P0, hogyha nincs megadva a más érték, akkor mindig a P0-át helyettesítsétek be, per 977, meg, és ugye keressük a V-t, tehát ez nincs megadva, V négyzet per 2, igen. Ezt ugye ugyanúgy átrendezzük, ahogy eddig szoktuk, ezt átvisszük a másik oldalra, kivonjuk a másik oldalból, megszorozzuk kettővel, aztán gyököt vonunk belőle, ugye a négyzet miatt, és abból pedig megkapjuk, hogy V egyenlő 1,5275 méter per szekundum. A kérdésben pedig méter per szekundumban kérdezi, így egy az egybe beírhatjuk ezt az értéket, amit kaptunk, és nem is kell átváltani. Rendben, következő 3-as kérdés a térfogat árama. Ugye, ahogy eddigiekben is számítottuk a térfogat áramot, a V-szer nagy A. Ugye a nagy A-t úgy számítjuk ki, hogy D négyzet szer pi per 4, ugye, mint itt is, csak már be van helyettesítve. Hogyha pedig beírjuk az értékeket, akkor 1,5275, ugye, amit az előbb számoltunk, szor, behelyettesítjük a D-t, megnézzük, D 0,018, tehát 0,018 a négyzeten, szer pi per 4, beírjuk a számológépbe, összeszorozzuk a két értéket, és azt fogjuk kapni, hogy 3,887 szer 10 a mínusz negyediken köbméter per szekundum, de nekünk liter per percre van szükségünk. És ezt hogy is tudjuk elérni? Először is ugye köbméterből úgy csinálunk litert, hogy ugye a liter egyenlő a köbdeciméterre, tehát köbmétert köbdeciméterre át kell váltanunk, ezt pedig úgy tudjuk megoldani, hogy megszorozzuk ezerrel. Megszorozzuk ezerrel, akkor, ugye? Igen, megszorozzuk ezerrel, akkor 3,887 szer 10 a mínusz első lesz, azt hiszem. És utána még az nem elég, mert akkor lenne köbdeciméter per szekundumunk, de mi köbdeciméter per percet szeretnénk, ebből adódóan pedig még meg kell szoroznunk 60-nal is. És akkor végül 23,322 liter per percünk lesz, és itt liter per percet kérdez, tehát ezt már be is írhatjuk. Erre nagyon figyeljünk az ilyen átváltásoknál, mert sokszor kérdeznek ilyet, és emiatt nagyon sok pontot el lehet bukni. Jó, az utolsó kérdés pedig a tömegáram. Tömegáram pedig a nagy V-szer ρ. Nagy V-t az előbb kiszámítottuk, de mindig használjátok a méter vagy szekundum, attól függetlenül, hogy melyik lesz megadva, azt az értéket, amiben ez van. Szinte mindig ezzel számolunk, hogy ne keveredjünk össze. Pontosan ezért a 3,887 a mínusz negyedikenes alakot választjuk, amit ugye megszorzunk 977-tel, és ez azért fontos nekünk, mivel ugye a sűrűséget kilogramm per köbméterben számítottuk ki, és így ugye mindkettő méter-méter, vagy kilogramm per kilogramm, ebből pedig megkapjuk
a 0,3798 kg per szekundum, de ez még nekünk nem jó végeredmény, mivel kilogram per órát kérdez ott. És ahhoz, hogy kilogram per órát kapjunk, ugye meg kell szorozunk 60-szor 60-nal, tehát 3600-al összesen. Tehát 1367,13 kilogram per órát kapunk végeredményként, és ezt fogjuk beírni a kis rubrikába.